Felavatták az új műgyepes labdarúgópályát Székelyudvarhelyen a strand mellett. A létesítmény két akadémia összefogásának eredményeként épülhetett meg, a befektetés értéke közel 400 ezer euró. Az SFC egyik ifjú labdarúgója végezte a kezdőrugást Székelyudvarhely új, műfűves focipályáján. A létesítmény a Fejcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia és a vele partnerségben álló Székelyföldi Labdarúgó Akadémia együttműködésének eredményeként épült fel. A pálya kivitelezése közel másfél évig tartott. A magyar kormány a Nemzetpolitikai Államtitkárságon és a Bethlen Gábor alapon keresztül 100 millió forintot biztosított az új pálya felépítésére. Székelyudvarhely önkormányzata 120 ezer lejjel és a telekkel szállt be a megvalósításba. Bunta Levente polgármester úgy véli, szükség volt erre a létesítményre, annak ellenére, hogy több pálya is van a városban. Én azt látom minden nap, hogy a Szeptimiai pályától a sétatéri pályáig mindegyik tele van. Tehát Udvarhelyen több fotballpályára van szükség, és valószínű, hogy itt nem állunk meg, lesz egy következő a Kóskárolynál, egy épített pálya, ami megint műgyepes lesz, és ez egy különleges pálya, mert egy összefogás, egy együttműködés mentén jött létre. 250 gyerek fotballozik Udvarhelyen, és ezek kifotballozták. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja üdvözlőbeszédében szintén az összefogást dicsérte, és megegyezte, hogy az új létesítmény az elismerése annak a szakmai munkának, amely az SFC-nél zajlik. Az átadót követően gálamérkőzéseken szurkolhatott a közönség.